Megtartotta idei első képviselőtestületi ülését Bonyhád város önkormányzata. Filóné Ferenc Ibolya polgármester elmondása szerint, ahogy minden év januárjában, úgy most is elfogadták az önkormányzat rendezvénytervét. A település vezetője bízik abban, hogy 2022-ben számos olyan közösségi eseményt tudnak szervezni a helyi civil szervezetekkel és intézményekkel közösen, amely a bonyhádi lakosok örömére szolgál, és azokon minél többen részt tudnak majd venni. Az elmúlt évben sajnos nem erről szólt az életünk. Bízom abban, hogy az oltásoknak köszönhetően és a különböző járványhullámoknak, most már nem tudom, hanyadik hullám után, ha túl leszünk, akkor ebből a szempontból egy könnyebb évet tudhatunk majd magunk mögött. Mi úgy készülünk ezekre a programokra, hogy bízunk benne, hogy valamennyi meg tud maradéktalanul valósulni, és remélem, hogy a járványhelyzet nem szól közben, hogy ezek megvalósulhassanak. A képviselőtestület szintén megtárgyalta a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2022-es évre vonatkozó költségvetési javaslatát. A társulásban 25 település, Bonyhád járás valamennyi települése részt vesz, részben kötelező feladatok megvalósításában, részben pedig az önkormányzatok által vállalt feladatok közös megvalósításában. A költségvetés az szerkezetében, tartalmában, illetve a tagok feladat vállalása tekintetében semmiféle változást nem tartalmaz. Fontos kiemelni azt, hogy az idejében sem rendelkezik a társulás rosszabb költségvetési koncept, vagy kondícióval, mint az előző évben. Kiemelendő egy változás, illetve a dolgozókat érintő bérfejlesztés, amely valamennyi dolgozót érint a gondozási központ feladatellátásában. A hozzá szükséges központi források egy kormányrendeletben biztosítottak, ezáltal az önkormányzatoknak külön hozzájárulás fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az önkormányzatok fizetési kötelezettséggel mindössze két esetben érintettek. A többiek tekintetében a feladatellátás és annak finanszírozása központi forrásból megoldható. A társulásnak ugyanúgy, mint az önkormányzatoknak február 15-ig kell elfogadniuk költségvetésüket, és annak érdekében, hogy ezt valamennyi település el tudja fogadni, már most az önkormányzatok rendelkezésére bocsájtottuk. A Völgységi Önkormányzatok Társulása intézményi feladatellátása a Bonyhádi Gondozási Központ keretében valósul meg. Valamennyi feladatot ez az intézmény látja el. Az intézmény 64 dolgozóval rendelkezik, valamennyien részesültek az idejében bérfejlesztésben. Ennek mértéke 20%-os, amely különböző forrásokat, illetve különböző bérelemeket is érintett. Ez a központi forrás rendelkezésre áll a 8/2022-es első 14-es kormányrendelet biztosítja ennek a forrását, emiatt az önkormányzatoknak külön hozzájárulás fizetési kötelezettsége nem keletkezik, biztosított ennek a kiadásoknak a fedezete és forrása.